Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, mindjárt bele is csapunk a mai játékunkba. Remélhetőleg elindult a live. Na! És akkor itt is indítom, remélem, hogy hallotok engemet. Ez nagyon fontos. Na, SSO Nina már itt is van velünk, skacok. Olyan gyors, mint a villám. Ennyi. Easy. Easy, gyerekek. SSO Nina már elsőként megérkezett. Aztán gyorsan megosztogatjuk, és bele is csapunk a Need for Speed-be, ami amúgy live-ban még nem volt soha a csatornán, tehát hogy ez valamilyen szinten mégis újdonság. Ti juttattátok eszembe, konkrétan volt valaki, aki beírta a múltkori live-ba, hogy egyébként megnézte a Need for Speed-es, régebbi Need for Speed-es videót, amit Game Mass-re csináltunk, és elgondolkoztam rajta, hogy annyiszor mondtam, hogy legyen már Need for Speed, és soha nem volt, és most úgy voltam vele, hogy akkor ellépjük túl ezt a határt is, legyen. Úgyhogy töménytelen autózás, karambol, rendőri üldözés, és nem tudom még mi várható, srácok, ebben a live-ban, de hogy szerintem jó lesz a karakteremet, hogyha valaki tudja, hogy hogy lehet újra kezdeni, azt megköszönöm, mert csináltam egy tesztjátékkört nyilván, hogy hogy fut, akad, a zene milyen hangos, stb. Tudom, hogy most még nincsen zene, mert most még megosztások alatt van a live, aztán kezdjük is. Itt van velünk közben Star Stable, magyarul Marionite, szia-szia! Tifi, Gergő, és Emi is megjött, szia-szia, jövő héten talán lesz, bár hogyha jövő héten lesz Stumblegazba Battle Pass váltás, akkor utána fogom tartani a live-ot, ebbe a szezonban már nem, tehát ebbe a 3-4 napban, nem tudom pontosan 3 vagy 4 nap van-e hátra. A live menetrend az meg érkezik majd a tagoknak ma este, úgyhogy este még érdemes lesz felnézni a YouTube-ra. Meg hát TikTok üzeneten a TikTok tagoknak is nyilván a live menetrend az menni fog. Azt hiszem, ja még DC-re nem raktuk ki, nem sokára érkezik az új DC is, itt is szeretném megköszönni előre is Tifinek a munkáját, amit beleáldozott. Úgyhogy jövő héten érkezik az új Discordunk is, oda majd jöhettek TikTokról is, meg mindenhonnan, majd legyetek figyelemmel, én még nagyon gyorsan kiteszem Instára is, és akkor utána el is kezdjük a játékot. Addig viszont meséljetek, hogy kinek hogy telt a napja, srácok, milyen napotok volt ma, illetve ki mit csinált ma délelőtt. Egy ilyen kis random beszélgetéssel kezdjük meg a mait. Én is elmondom, mi oda voltunk imaházba ugye Janával, sétáltunk egyet, tök szép idő van, aztán feljött egy barátnője, vele beszélgettünk, aztán ebédeltünk, és gyakorlatilag most itt vagyok. Tehát, és még majd késő délután le kell majd mennünk megvenni a Budapest bérletem, mert lejárt. Ez egy fontos információ egyébként, de hogy így gyakorlatilag... ennyi minden történt. Szia Leslie, és köszönöm szépen a szívlelést Júlcsinak. Köszönöm szépen. Úgyhogy szerintem így nagyjából mindent elmondtam. Miért nem küldött értesítem? Mindegy, csak kidobom Instára, hogy megyünk és kész, ne ezzel teljen el az idő. A YouTube most sincs mellettünk. Leslie, neked is nagyon szépen köszönöm a szívlelést. És köszönöm Ádámnak a GG-t. Köszönöm. A szívlelést azért szoktam javasolni az elején, mert hogy... ugye az így a Mungufta csapatot növeli elméletileg, tök jó, egy koinos dolog, hogyha bedobjátok, azt hálásan köszönöm. YouTube-on pedig fejeljük meg a lájkot, illetve ott is lehet, és már is belekezdünk. Van-e, aki játszott ezzel a Need for Speed-del, vagy úgy egyáltalán Need for Speed-ezette valaha, azért ez egy fontos kérdés, nyilván. És akkor mindjárt bele is csapunk. A magyarítás viszont nem sikerült nekem. Láttam, hogy van egy weboldalon, és nem sikerült megcsinálni. Úgyhogy, ja, nem lesz magyarul. De annélkül is élvezni fogjuk, mert vigyáznom kell a kocsikra, nem szabad összetörnöm. Ismeritek a Fortnite-ból a vezetési stratégiám. Lesz vele balhé és baj, bőven. És akkor most kicsit check, hogy jó-e a háttérzene hozzá képest. Carbon volt a kedvencem, örök kedvenc, jó, de szerettem meg. Én most van 10 nőttem fel, tehát nekem az van meg,
azzal toltuk öcsémmel meg apukámmal nagyon sokat régebben. Még a csetet kinagyítom, hogy lássam, és akkor már nem ugrálunk. Úgyhogy itt is vagyunk. Hát tehát az a kérdésem, hogy nem tudom, csináltam egy próbakört, ez a karakterem, csak leokéztem az egyiket, és nem tudom kicserélni, de remélhetőleg majd tudom közbe. Csak nem tudok újat kezdeni, hogy valaki tudja esetleg. Szia, Dia! Jelenleg most 7006 feliratkozó volt, mikor elindítottam, reméljük növünk ma még egy picit. Az biztos, hogy ha megmarad stabilan, akkor már megvan nekem az időpont, majd időbe értesítem nyilván először a moderátoraimat, utána a többieket. Szia Anna, mi újság, hogy vagy, és köszönöm szépen a felvidít alakot. Mondjuk most amúgy vidám vagyok, jó a játékhang, srácok, hogy elég hangos vagy halki, csak meg magam engem hallotok, mert mutko volt, hogy tényleg hangos volt. Ó, Istenem, már mint hogy nyugi, csak a chat megint lement, a YouTube chat. Erre valamit amúgy ki kéne találni egy gombot a streamereknek. Szép kocsi. Van Lamborghini, tehát hogy azt a verziót vettem meg, amiben kapunk három kocsit, meg mindent. Tudtam, hogy tetszeni fog neked ez amúgy. Úgyhogy ha nem tudjuk elkezdeni, akkor annyi, hogy a bevezetőben annyi volt, hogy kiválasztottad a karaktered, meg tudtad volna customizálni, és az autót is, és hogy négy autóból választhatok, és hogyha teljes trapa összetörik, meg minden, akkor elvileg majd újat kell... Vagy újat kell vásárolni játékbeli pénzből, vagy felújítatni, de hogy nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy szarrá törjük az autókat. Azért mondtam idézőjelesen, hogy na ez lesz az én játékom. Meg vannak benne ilyen egyéb újítások is, de azt mindjárt látni fogjátok. Én rengeteget játszottam régen Need for Speed-del, tehát hogy igazából tényleg öcsémmel szerintem órákat toltuk a Most Wanted-ot is, meg a másikat is. Szia senki lánya, üdvözletem, és most már én is beugrottam, már 1100 like-nál járunk, betettem a rózsákat kezdésnek, és akkor induljunk is el. Akkor rövid stream lesz. Ezen gondolkoztam, hogy minden négy kocsim összetörik, nem lesz pénzem, akkor ez egy rövid stream, ezen lesz, én is elgondolkoztam őszintén. De reméljük, hogy azért valahogy kihozható Game Over után is. Szia Viki. Úgyhogy meglátjuk, direkt nem játszottam vele sokat, egy kört mentem. Nem akarom részletezni, hogy nézett ki a kocsim, úgyhogy... Rendben, meg fogom majd nézni Maria Knight. Na, amúgy elvileg ilyen nagyon jó keretsztori van, meg minden ilyen animés karakterekként vagyunk, és akkor a párbeszédek azok ilyen boomerek és nem boomerek közti párbeszéd. Majd, hogyha egyszer sikerül magyarítást csinálni, akkor úgy is ránézünk. A grafika engem nekem tetszett. Abból, amit láttam, és akkor jó szórakozást kívánok közben mindenkinek majd. Van online módja is, ha valakinek megvan a játék, de azt most nem tervezem megnézni majd csak máskor. Ha összetörik az összes köcsi restart gomb, hát gondolom csak kéne valami legyen, de igyekszem nem összetörni, a várja, itt már én vagyok. Na figyelj, tanulunk, oké, tele vagyunk nitrókkal, meg minden. Jaj, te jó ég, mit csinálok? Igen. Na várjál, nyugi. Figyelünk, jó lesz, előre látom, hogy egyszer valami donét vagy valami elvonja a figyelmem, és úgy oldalra fogok lézni, hogy azzal a lendülettel meghalok. Szia Team Wolf, ez egy ilyen nagyon jó autós játék egyébként, tavaly jelent meg! Jó, ez a fék, meg vagyok, nyugi, megvan! Maradjunk a sávunkba, jó lesz, kell majd driftelgetnünk is, oké. Okay. Te jó ég, annyira érzékeny a kocsi, ennyire érzékeny, én nem vagyok. Igen. Várjatok, el van csúszva a kép YouTube-on egy pillanat, hát ez így nem lehet játszani. Igen, mert kinagyítja magára valamiért, ezt már live, nekem amúgy most jól mutatja, amíg megvan állva, aha, na várj, ezt hogy tudnám orvosolni, srácok? A TikTokon hibátlanul látjátok a képet, YouTube-on viszont nem. Ez már nekem is furcsa volt amúgy, és amikor így visszanagyítom, akkor lecsúszik. Most nézem a YouTube chatet, aha. Csak gyökér a beállítása amúgy. Megpróbálom így, hogyha ennyire leveszem kicsire, és így kinagyítom. Most mindenkitől elnézést, csak szarakodunk. Mennyire nagyította ki nektek?
Hát így még nem látszik az alja, tehát hogy nem egészen vágom, hogy hogy nagyítja ki, meg hogy nem. Most mondanám, hogy nézzétek amúgy TikTokon, mert YouTube-on nem bírom beállítani, de megvan, talán megvan, oké. Okay. Jó, most már nem nyúkálunk bele, de köszönöm, hogy még az elején szóltatok. Nem tudom, mi történt amúgy, Viki, hogy nem jó a Fortid. Lesz jövő héten a Forti, az szinte mindig van. Jó, talán most már mind a két helyen jó a kép, erősítsetek meg benne. Csak így nem tudok koncentrálni! Melyik az LT-chez? Igen. Jó, meg vagyunk. Most jó a kép mindkét helyen? Nem annyira tudok ránézni. De remélem, hogy igen. Jó, az a baj, hogy automatán átállítja magát, amikor kijövök az OBS-ből. Jaj, szembe volt az autó! Csodás! Lehet számolni, hányszor csinálunk karambol, de ez még csak a betanító mód, nyugi. Elméletileg. Olyan gyönyörűen nem láttam az autót. Na, majd most már koncentrálok. Úgy, előzünk. Ó, nem kellett volna áttörni a kerítést, de mindegy. Szegény autó. Oké, itt a cél. Hát a betanító pálya gyönyörűen ment. Nem, easy, nulla baleset. Teljesen jó. Jó, hogy egyből megyünk tovább. Várjál, ez már verseny, gyerekek. Egyből belecsapunk az első versenybe. Megtanultam, hogyan kell driftelni, gyorsítani, de azt nem, hogy hogyan fékezek. Figyeld! Te ne állíts meg folyton, tudom, hogy hülyeséget csinálok. Nagyon jó. Meg majd egy idő után amúgy figyelni kell a rendőrökre, és azt tudjátok, meg régebben nem volt olyan pálya, hogy lehettél rendőr. Gya! Ez nem tudom, ez mi történik. Sűrűn szoktam autóversenyzős játékokkal játszani, ez megmutatja a tudásom. Na várjál, de melyik a drift? Au, nekem jött a paraszt. Na jó, van. Le is kéne előzzem őket valahogy. Kettő, jó van lezni, látom, te számolod. Oj, de szép, mondjuk laggolok, mint a szar. Azt nem kéne. Csak az ilyen nagy kanyaroknál úgy belaggoltattam, lehet a grafikán lejjebb veszek egyen majd. Itt lesz egy éles kanyar. De ezt nem egészen így kellene. Hát egy picit lehagytak, mondjuk úgy. Oké. Okay. Nem egészen értem még, jó, meg a driftet. Nem az elejétől tanított be a játék, tehát hogy... Ok, hát ez szánalmasan utolsó. Szegény autó. Volt valami összetör... Ó, jönnek a rendőrök! Na innentől kell figyelni, hogy ne érjenek utol. Na ez lesz a kemény dió, gyerekek. Azt hiszem, ez a bemelegítő volt. Szerintem lesz nem csak versenyrész is sára. Úgy emlékszek, hogy lesz, amikor A pontból B pontba el kell menni, csak ott meg figyelni kell, hogy a rendőrök ne kapjanak el. De hogy gyakorlatilag nem csak versenyekből áll, mert lesz sztori rész is. Picit megnyomjuk. Úgy. Ujjjjj! Ok.
nem szabad aluljáróban megnyomni a gyorsaságot, jó? Ezt tanuljuk meg. Oké. Ez még mindig nem a drift gomb volt. Úgy érzem, az autóm az sír. Mert ilyenkor nem fékezni, hanem drifte, upa. Nem figyel a játékos, néz oda. A rendőr bácsi, menj innen! Oj! Semmi baj, nem szabálytalankodunk, minket nem lehet lecsukatni, teljesen szabályosan vezetünk, semmi szabálysértés nem követtem el az elmúlt 5 percben. Meg vagyok róla győződve. Oszta! Nagyon jó. Na, ez volt a bevezető, gyerekek. Ez jól nézett ki. Na és akkor mindjárt meglátjuk, hogy hova érkezünk. Ő lesz itt a nagy vezír, vagy valami ellenfél. Ott vannak a barátaink. Ha vannak. Semmi szabálytalan nem történt. Minden szabályos volt. Full szabályos. Nagyon jól néznek ki a bejátszások, azt aláírom. Na, és akkor megérkezünk a telephelyre. Persze, Anna, nyugodtan, nyugodtan. Meg már tuningoljuk az autót, mindent csinálunk. Úgyhogy el leszünk mi ezzel egy darabig. Gyorsan én is megosztom amúgy, amiközben itt megy a sztoridás, addig nézem is, de megosztom, hogy megy a live. Hallod, milyen ajándékokat ajánl be? Autósan játszok, és ott vannak a legdrágább sportautó motorbicikli. Hallod, hallgatózik a játék, hogy mit játszok. Csalik a TikTok. De menőn néz ki az egész garázs. Sajnálom, hogy magyarítást nem tudtam szerezni, akkor olvasnám a sztorit is, úgyhogy azért ti nézzétek. Meg addig bekussolok. Megjött a barátunk. Azért van egy pár autó, amit ott elfogadnék a való életbe. Tényleg cseten írjátok meg, hogy nektek mi a kedvenc ilyen sportautótok, vagy akár a sima autótok. Gyönyörű, szőkehajú, szakállas úriember lettem. Teli találat. Hú, azért onnan 3-4-et elfogadnék a háttérből, remélem majd meg lehet mindent is szerezni. Legalábbis én bízom benne. Esnek az összes, azt tudom, hogy te nagy autómániás vagy, ezzel tisztában vagyok. Pedig szenvedtem a magyarítással, csak nem jött össze. Jó, 40 percet próbáltam a leírás alapján, és semmi. Ott a mennyi, ott a mongufta a pólóján. A dollárjel, összecsapunk és dollárjel. Szia Thor, ez a Need for Speed Unbound, vagy mi a neve? Unbound. Tavalyi. Tavalyi, kavalyi. Szia Sandra. Kedvenc Viktóriája, sziasztok, valaki tudna segíteni? Na, hogy valaki segítsen már a Vikinek, hogyha tudtok, ír be, hogy mi a probléma, és megnézzük. Itt lehet elnevezni az autót, na várjál! Hát egyértelmű, átírjuk Monguftára, hát ne viccelj. Azzal... Mi? Nem enged annyit? Akkor csak Monguf. Mongufok leszünk, jó? Mi bajod a Monguf? Nem áll, hogy itt tiltva van a Monguf? Akkor MF Dave? Mi bajod van?
Akkor csak várjál, Dave. Az bezzeg engedett, hát kösz. Na, és akkor itt tudunk állítani. De jól néz ki. Ezt nagyon adom. Na. Azt mondja. Ja, hogy ez mind pénz... Várjál, van ajándékba. Haló. Igen, ez letöltött. Ez, ez pénz... És itt van az ajándékjel. Ezt megkapom, ha ezt kérem? Vagy ezt most nem engedi? 10 000 helyett azt írja, hogy ajándék. Hát nem aktiválja. Majd ezekre fogunk itt költeni a játékba amúgy. Mindent át lehet alakítani, gyerekek, ezt nem hiszem el. Jó, mindenre kell majd money, úgyhogy nulla pénzzel nehéz lesz. Az animációkat is, mindent meg tudunk venni. Jó, hogy ezek megvannak, ebből már tudok választani, jó. Lila, vagy várjál, piros hozzak, kék, hát az olyan nem. Hogy füstöljünk, gyerekek? Ez itt a kérdés. Legyen ez a füst. Tökéletes. Aha. Jó, ezt nagyon szétkosztumizálunk mindent majd. Itt még nincs. Jó, ez mind pénzbe kerül, igen. Ez a játék megtanítja a gyerekek, hogy minden pénzbe kerül. De jó lesz ez. Oké. Na. Csináljuk meg rendesen a Dave karakterét, jó? Bevezetésnek jó volt. Zsarátsövény, lovat edzed, jól teszed, jól teszed. Na, hát lehetünk, várjál, kihasonlít legjobban rám. Addig stimmel, hogy a szakállas úri ember. És akkor őt átformáljuk. Aha. Na, nekem egy picit ilyen másabb bőrszínem van. Na, várjál. A szemem az sötétbarna, igen. De ez a bőrszín, bocsánat. Hát mégis ebből annyira fehér nem vagyok. Legyen ez. Jaj. Aha. Hang. Hát ok, hanggal nem vagyok elégedett. És a szakát hol tudom? Zombi lett. Jó, szerintem ez így oké, de kéne a hajat állítani, nem? Nem enged hajat, hát ez szed. Játéknak nincs hangja, nálam elvileg van. Mindjárt megnézem. Most tudom, hogy összement a kép. Nekem van hang, megnézem, várjál. Nekem van hang. Hát, mindjárt ránézünk, valami nagyon halknak tűnik. De amúgy kéne, hogy legyen hang, már mint az OBS-en beletállítva, esküszöm, nem értem, mi ez a szenvedés ma. De akkor feljebb nyomom nagyon. Pillanat, meg kell néznem, hogy van-e hang. Van hang. Legalábbis nálam azt jelzi, hogy végig van hang. Pedig YouTube-on is kell. Na várjál, akkor itt viszont visszaadom a beállításokban a hangerőt. Csak remélem innen folytatja. De ezt eddig senki nem írta, hogy nincs hang. Nálam pedig azt jelzi, hogy mozog az OBS-ben, azért nem értem, srácok. Valami mostanában a technika idén ellenem dolgozik. Tehát, hogy...
Meg remélem a TikTokon is hallatszik jól a zene, még max itt nyomok rá egy kis kakaót. És akkor most elvileg javítottuk. Köszi Zsolt. És szóljatok, ha nagyon halk, mert tesztelésnél nekem amúgy normálisan mutatta az OBS, hogy végig a felénél van a zöld csík. Szerintem most TikTokon hangos is lesz amúgy, de nem baj. Meglátjuk. Na, akkor megnézzük innen. Aha, ruhákat is tudunk állítani. Ja, itt kell átöltöztetni a karakterünket. De hát ott... Ah, klotz, igen. Ja, ide mögénk be tudunk ilyet rakni. Oké, ez igazából mindegy. Ó, megvan, na válasszunk valami hozzánk illő rucit. Ami megvan azokból. Kap, nyolcadikig. A nyolcadikig kapunk pénzt. Legalább nyolcadiknak kell lenni. Sima. Jaj. Jaj, hogy először oda kell menjek? Jó. Na várják, itt már viszont normálisan kell vezessünk. Úgy szépen. Követjük a térképet. Remélem nem takarom ki pont a térképet. A rendőrbácsi nem én voltam, aki összekaristolja, széttöri az oldalakat. Lehetne benne egy GPS. Az első lehetőségnél forduljon úgy balra, hogy nem ütközik a szembejövő autóval. Szépen száguldunk. Jaj! Aki visszanézi, majd lehet ilyen vízivós játékot játszani, hogy ahányszor ütközik a déva, annyiszor így áll. Igen. Első lehetőségnél forduljon jobbra. Jó van, Leslie. Kíváncsi leszek, hogy végig tudod-e tartani majd a számot. Fejben. Gyönyörű. A körhöz kell amúgy elmenni, ide látom, úgyhogy... Amúgy nagyon szép a város. Kicsit GTA feelingen van, amúgy a Need for Speed-et meg a GTA-t nekem annyi választotta el, hogy az egyikbe tudtam lövöldözni, meg autót lopni, a másikba meg száguldozni. De nagyon szép. Így, minek a két sáv, hogyha van egy középső sávom, azt én használom. Jaj, de azelőtt le akartam parkolni, na mindegy.
És akkor meg is érkezünk ide. Ja, hogy be kell menni odáig. Oké. Okay. Be kell parkoljak? Aha. Jó, be kellett hozni a garázsba az autót. Az biztos, Leslie. Na! Megérkeztünk. Ott a csoda járgányom. Aha, utcai versennyel folytatjuk. Azt hiszem többen indultunk, mint 8, úgyhogy legalább a 8-ikben kell lenni, hogy pénzt szerezzek. Valaki ült mellettem, nem? Többiek jobban indultak, mint én. Csalnak. Welcome to Lakeshore. You have to be this tall to ride. I got this. I'm doing this. Tanulom a vezetést, jó? Melyik amúgy a izé a drift, azt mondjuk meg kéne néznem. Ami nem a fék. Mert talán ez. Ja, eddig 8. vagyok, gyönyörű. Wait, what? Just playing. I'm glad it's you in the car with me. Been a long time coming. Just don't tell right now. Tudok utást vinni verseny közben. Az engem is meglepett. What? Le kell rázni a rendőröket. De ez se drift, nem? Mindjárt megnézem a beállításokba, várjatok, hogy mi a drift, mert ennek így nem nagy értelme van. Settings, game, controls. Igen. Mert itt az X-et nyomogatom. Az secondary action. Hát nem tudom mi a drift, gyerekek, úgyhogy nincsen jogsim, nem is lesz. Én jól vagyok amúgy ennek, köszönöm. Nem tudom mi a drift, gyerekek, vagy nyomogatunk mindent is. Ezt tudom csak, hogy ez a speed. Aha, ez a belül nézet, kívül nézet. Hát messze lemaradtam a többiektől. Hello, Hunor! De majd mindjárt behozzuk lemaradást. Ott a, úgy, kapjon el téged a rendőr bácsi. Itt a lehetőség előre törni. Az, hogy elengedem, még nem driftel. Most azt próbáltam. Jó. Hát egyet megelőztem talán. Még a 2020-as SSO, mert azt újra kellett vágnom, az lesz visszatöltve. Aha, jó, egyet megelőztünk, ez már végül is nálam egy jó dolog, mert a GG. Rendőrök se várnak meg, azok úgy vannak vele, engedd el. Plusz új felesleg az ellenfél, igen. Hát nem kapunk jó értékelést erre a körre, én úgy gondolom. Ja, most be kell mennem a garázsba 850 pénzemmel. Ok. I'm only letting you drive this thing cuz you needed something to do. What are you talking about? I have lots to do. Posing on the hood. Várjál, nem tudom, hogy merre van. Térkép. Oda kell menni, várjál, bejelöljük. Ki van jelölve? Aha, most jelöltük ki.
Jó, következőben megpróbálok folyamatosan driftelgetni, meg actionozni, meg minden nyomogatni. Most szépen visszaviszik a kocsit. Mayor Morgan Stevenson is ready to help rebuild Lakeshore. Na, milyen szép. Várj, itt le kéne mennem, vagy bekanyarodnom? Valahol itt van. Aha, meg vagyok. Nyissátok a garást, megjöttem. Nem a Heat, csak azt az egy NFS-t engedte bejelölni a TikTok. Ez már az Unbound, vagy Unbound, ez már a legújabb. Na, 850-et tisztán hazahoztam. Nem mondani, hogy meggazdagodtunk. De az is több a semminél. How to go out there today? Car's looking good. The driving ain't bad either. You two make a winning team. Ja, kaptam valami új izét. Na, most nagyon fontos a füstölése. Meg driving effects-et is. Jó. Nice. Oké, mehetünk tovább. Igen. Következő az... ezt muszáj lenne, hogy jobb eredményt érjek el, addig nem ad másikat. Az baj. Ja nem, 4000-é nyitja meg. Nekem nincs annyi. Na mindegy, meglátjuk. Meglátjuk, valamit összehozunk, addig fejeljétek meg a lájkot YouTube-on és TikTokon is tudtok folyamat lájkolni, köszi. Meglátjuk, mit hozunk ki belőle. Az a része, hogy menjek ide-oda, az addig nagyon megy. Csak nem mondhatni, hogy túl szabályos. Na, esik az eső. Jobban csúszik az autó viccen kívül. Oké. Okay. Ez valami körforgalom? Az. Jó, szembejövő autó kikerülve. Never thought about it. I was just focused on getting out of the foster system. Rydell's ride is exactly where I need to be. Várjál. He's been good to us. Aha. Yeah, he has. Tell you the truth, most stable place I've been in a minute. Csodálatosan közlekedünk. Igazából nem is megyünk amúgy messzire, úgyhogy. De az a két kuka pont senkinek nem fog hiányozni, úgy gondolom. Befordulunk. Hello, itt is köszönöm szépen, hogy a YouTube-on feliratkoztál. Iratkozzatok fel a YouTube-on, srácok, hogy bőven megtartsuk a 7000 fölöttöt. Köszönöm szépen. És ha minden jól megy, akkor februári időpontban lesz a 24 órás, azt már beszéltük is. Egyik hétvégéjén. Tehát akkor itt legalább jobb eredmény kéne, hogy oldjak fel új pályákat, gondolom én. Azért kell újra ide jöjjek. Hát most jobbak leszünk. Ja, ez a riválisunk. Mit lehet róla tudni? Ja, meg lehet nézni a riválisainkat. Csacsa, Obi, Harlow, Rüdiger, Eleonora, meg a Maja, meg a Varu, őket 19, 23, 20, én vagyok a legöregebb nyilván. És akkor csak ezt, várjál, shoppingolni nem tudunk. Itt van valami nulla pénz. Ki a sütit? Milyen sütid van? Igen, hóba meg esőben jobban csúszik, külön élmény lesz így, de most figyelj, most határok nélkül mindent beleadok. Előbb egyet előztünk meg. Most figyelj ide, én leszek az utca ördöge. Úgy. Oda néz, mi drift! Megvan a drift gomb! Mondjuk közben azért leelőztek, úgyhogy... attól, hogy menőzök, az egy dolog. De miért füstöltünk? Úgy szépen.
Jó, nyugi. Csak ezzel nagyon kicsúszok. Ezt máshogy kell még alkalmazni. Majd megtanuljuk. Hoppá, jönnek a zsaruk. Rendőrbácsik. Ja, hogy ez több körös. Ó. Mama, hoppá. Jó, ez... Áj, no! Pedig de szép volt, de szépen mentem. Büszke voltam már magamra. Úgy. Értékelik amúgy, hogy minél szebbeket driftelsz, meg minden később pénzbe is, azt tudom. Azért annyira utána néztem. Azt a repülést! Nagyon jó, figyeld! Mi szép koronát kiraktam! Mondjuk meg is előzött, ennyit a királyról. Meglátom én a sparancsotád, a király rettenetest, az összes autós le kell csukni, csak a dévet nem. Csodásodás volt, ugye? Nem lopott. Na! Ez most nem is lett szerintem olyan rossz. Lekváros bukta, jöhet. Öt. Tessék, harmadik gyerekek, jön a lóvé gyerekek, 4600. Az már, abból már tudnék venni 4 tagságot például. Abból már csomó rózsát tudnék venni. Meg akár lekváros buktát. Konyhából hallom, hogy ki a válasz, pedig a szobámban van. Bocsánat, csak nagyon ügyes voltam. Harmadik az egész szép, így másodikra. What? Get ready. Ja, üldöznek a rendőrök, le kell rázzam! Erre nem készültem. Na figyeld a lerázós dévet, én úgy lerázom a rendőröket. Valahogy. Sikerült? Elvesztették a nyomom? Jól nyomom? Elvesztették? Jó. Azt hiszem megvan. Easy volt gyerekek, ennyi. Volt rendőr, nincs rendőr. Most már csak valahova el kell menjek, várjál. A meetuphoz. Mindjárt kijelöljük, rossz gomb. Igen. Tehát ott lesz egy nagy verseny, de vajon vissza kell-e menjek a garázsba mindenképp, vagy mehetek egyből oda? Nekem mindenképp haza kell menjek? Ja, hát csak úgy van, hogy befejezsz azt, jó napot. Ennyi. Szia, Dodó! Vagy valamit még mutatott a térképen, nem? Mehetsz ide is, oda is. Tudod mit? Még nem megyünk garázsba. Nyomjuk tovább. Return Rider Drive to Meetup. De a Meetup az megbeszélés, akkor csak el kéne mennem megbeszélni. Oda. Az a sárga jel, ugye? A Meetup. Hát gondolom. És mi ott csinálsz amúgy a konyhába, senki lánya? Mesélj. Megyünk meetupolni. Igen, mert az a zöld és a szürke a Safhouse, vagy milyen ház. Óvatosan megy már újra. Na, megint egy rendőr szerint nem megyek szabályosan, hát ez hazudik. Ennél szabályosabban közlekedni én még nem igen. Én nagyon szabályosan közlekedek, kikérem magamnak. Én vagyok a szabály mintaképe. És magyarul megint le kell ráznom valahol a rendőrt. Nem megyünk szembe a forgalommal sem, soha. Itt lent kellett volna amúgy menjek, vagy nem? Így. Pont így, igen. Jól nyomom vagyunk. Nem tudtam, hogy a rendőrök figyelik azt is, mikor A pontból átmegyek B-be, na. Ez nem lesz jó, hogy így érkeztem ide, hogy a zsaru rajtam van amúgy. Na mindegy. Hú, de összetört az ablakom! Ki törte össze? Ki törte össze szerintetek az ablakom? Megverem.
Valaki összetörte az ablakom, gyerekek. Nem is értem, miért tört össze. Szerintem valami bug. De szép autón van. Te voltál Leslie, jó van. Azért nekik is szép autójuk van. Az a rivális, azt kell legyőzni. Törött ablakos autóm, hasítani fog. Na, de ne gyere már elém direkt, Maja, a méhecske. Így, menjenek ők azon az oldalon, én meg itt. Easy. Tökéletes indulás. Ott már rendőr is beleszól a mókába. Neki menjek? Na jó, nem. Hát egyelőre úgy látom, csak egyenest kell menni. Ő miért hullik a vakolat meg minden a pofámba? Hopp, meghúztuk a rendőrt oldalról. Nem én voltam. Nice. Figyeled a dévet, szágult hasít. De szépen kikerültem. Oh, ilyen rendőr! No! Pedig de jól álltam. A rendőr direkt akadályozza a versenyem. A rendőrök ellenem dolgoznak, és hagyják az NPC-ket nyerni. Ez megbundázott verseny. Kaptak a rendőrök a fizetésből, és csak rám jönnek. Megérzés. Nem baj, még hozható. Gondolom. Na figyeld. Így, egyenesen. De rendőr bácsi, menj már az útból! Már megint a rendőrök bojkottálják a versenyem. Nem is értem, hogy miért. Mit előzöl le? Én itt nagyba élem, te meg leelőzöl. Hát oké. A harc hát legyen harc. Hopp, valami határátkelő, vagy nem tudom mi volt az. Úgy, begyorsítunk, figyeld! Halál a mars! Hát nem lett meg a top 3, szomorú. Elraktam a poharakat a szekrénybe, mert megszáradtak, értem. Huligánok, rendesen izgulok. Ennyi. Hát mi az, hogy buktam 4000-et? Ja, hogy annyiba került a verseny. Hát nekem ez nem nagyon érte meg, mert 2000-et kerestem csak. Hát ez nem jöttünk ki jól annyira, de még legalább nem rosszul. Halál a mars, így van, ezt mondja. Most megint le kell rá... Ó, oh, hát hogy ne le kéne rázni? Hát úgy kezdünk, hogy rám jön. Na jó, menj már innen. Én full szabályosan lejöttem ide. Egyszer kéne úgy zárnom, hogy nem üldöznek, mint egy bűnözőt amúgy. Tudok dudálni. Igen. Megszakadt az élő adás, várjatok. Azt írta, hogy megszakadt a TikTok live, várjál. Ez hülye. Csókolom, megyünk? Élünk? Megy a TikTok? Megy minden? Haló? Az volt ez a hang. De jó ég. Fényezésed, Dave, hát pénzbe kerül a fényezés. Ja, értem. Itt már mindent is értek. Mindjárt olvasom Zsolt, amit írtál, csak bezárult a chat. Nem bírja a gép a játékot. Ebbe a Fudora Pro cuccba mi éri meg az éttermeknek? Most rendeltem 4250-es pizzát. Hát nem tudom. Őszintén fogalmam sincs, hogy miért érné meg neki. Oké. Okay. Be kéne mennem a garázsba? Várjál. A Return, a Riddlehez kéne visszamennem. Aki, gondolom a garázsba van. Aha.
Jó, oda be kell mennem. Mutasd az utat. Szépen szabályosan megfordulunk. Így. Tökéletes. Itt azt írja, hogy mehetek egyenest is. De le is fordulhatok. Így. Tényleg nem szabadna összetörni a kocsim, mert el fog menni a pénze javításra, de ezt engedjük el. Szerintem ezt elengedjük. Jó étvágyat, Zsolt! Hú, de megkívántottad velem a nagy pizzát. Az amúgy olyan áron nagyon megéri. Ez nagyon megéri. Na várjál, itt lehet, hogy fenn kellett volna menjek. Nem, a garázs az lenti szinten van, csak még a rendőr még mindig üldöz. Kicsit szabályosabban kéne közlekednem. Akkor itt nem letörünk, hanem szépen hátra megyünk, így. Ez írtó szabályos volt. Nincs szétmenve a kocsim véletlen se. Nem gondoltam bele, hogy tényleg ennyire figyeli azt, hogy szarrátodom a járművem. Áú, nyugi már! Oké. Okay. Megjöttem. Hűha. Igen, igen, van amúgy valami keret sztoria. Nézd oda a felkelő nap mögöttem. Magyaros, hagyma, békön, szalámi, erős paprika, ég a szám rendesen, az igen. Mondjuk megmaradt a 7000 pénzem, tehát előbb-utóbb majd tudunk stylolni. Nettek szeket. Paint és warp. Ja, hogy ez a színe. Jó az a piros amúgy szerintem, úgyhogy... Még marad, ha gyűjtsük a pénzt, én azt mondom. Na most már messzebbre kell menjek? Messzebbre kell bőven menjek. Mire várunk, de arra, hogy megnyomjam az A betűt. Telefonál, nem megyünk telefon, várjál, 9 perc. Oda kéne menni, ahol a csaj beszél? Aha, van egy melléküldi, oda megyünk. Ott valami történik. Átmegyünk oda. Úgy. Újra tervezés, köszönöm szépen a követ... Vagy ez nem követés volt? Hali, De, köszönöm ama a követés, bocsánat. Csak nagyon benne vagyok a játékba. Köszönöm szépen. Üdvözöllek, szép délutánt, hogy vagy? Na megnézzük, mi az a piros melléküldetés. 9 percen van odaérni, mármint hogy a valós életbeli 9 percen. Szerintem amúgy simán odaérünk. De kéne egy kicsit turbozzunk? Nem hiszem. Így is meg leszünk, nem? Hát itt annyira nem szabad átjönni, de kit érdekel. Aha. Most figyeld, milyen szépen jöttem. De a rendőrök se szólhatnak bele. Ja, egyen hamarabb fordultam le. Jó ez így. Aha. És akkor ide kellett jönnünk. Valamiért. Mindjárt kiderül, hogy miért. Hammer time! Aha, és akkor őt kell valahova elvinnem. Úgy látom.
Nem ütünk el senkit? De már rajtam van amúgy egy rendőr, nyilván. De szép ez a ősz van, még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még viszem az utast az autók előtt, de látod amottan a rengeteg rendőrt, hogy állna beléjük a fakaró. Jaj! Igen. Befékezéseim csillagosot esett. Megtoljuk, oda néz. Száguldás, Porsche szerelem, száguldás. Okay, I guess you didn't fully suck. Nagyon jó. Jaj! Belemegyek a tóba, vagy mi van ott előttem? Jaj, a fa! Jaj, a bokor! Csak megnéztem a park, megmutattam, hogy ilyen szép parkok vannak itt mellettünk, érdemes kimenni a levegőbe, levegőre. Szia Amy, hallottam Baxitól, hogy te is gondolkoztál a játékon. Jaj, nekem, itt is van egy kerülőút, pont ezt akartam használni. Az átmegyünk itten a Lánchídon. Még mehetünk úgy, nagyon szépen, figyeled. Itt kanyarodnunk kell. Nekem ilyen taxis, régen voltam úgy egy játék, az a neve, hogy yeah! Nem az a neve, hanem egy Crazy Trax. Ne törj össze autókám! Az a neve, hogy Crazy Taxi, volt is egy live régen, nagyon régen szerintem még egy ilyen 4-5 éve a csatornán. Na azt nagyon szerettem, ott taxival kellett elvinni A pontból, B pontból, hogyha abból csinálnak egy felújított verziót, akkor azt tuti kipróbálnám. Meghoztam a fuvart! Pizzát nem, de remélem kapok érte valamit. Rossz vége lenne, az biztos, az tuti. Szia Krisztina, üdvözöllek! Bocsi, most nem volt időm nézni, mert nagyon koncentráltam a vezetésre. Szép napot. Igen. Ennyi történt a cseteken. Na megvolt ez a hammeres szállítás. Az volt a neve, hogy ja, így van. Oké, de most miért kell megint meetupolni? Miért nem mehetek egyből versenyezni? Hogy ott kell? Ja, ott kell. Jó, akkor amúgy is jó felem megyek. Jó. Mondjuk nem kaptam szerintem sok mindent érte, hogy leszállítottuk, de leszállította a Dave, az a lényeg. Meg legalább kocsikáztunk. Valamelyik 24 órásban volt a Crazy Taxi, arra emlékszel, de akkor még a nagyon gyenge géppel próbálkoztunk, azt hiszem. Füstöljön a kijelző, mint az autó, úgy van. Úgy van. Be is dobtam a rózsa élő célt is még az elején, de azóta GG-t kaptunk, szívlelést, meg felvidít a lakot. Azoknak is nagyon hálásan örülök, köszönöm. Úgyhogy megyünk A pontból B-be. Kaptam egy garást. Ott lett egy új garázsom, Kisun HD Gaming, köszi az infót, na akkor majd megnézzük. Na akkor csak megérte a küldetés, bocsánat, köszönöm. Na, Dave nem veszi észre a dolgokat, akkor súgjatok. Úgy szépen, szabályosan. Hogy berepültem, figyeld. De, ott meg kell álljak. A Dave-es táblám is úgy kicsit megkopott, nem értem miért. Igen, biztos, hogy lesz Gartic Fall majd a 24 órásba, a 100%. Na? Ja, aha, egy ilyen mély garázs jellegű. Szépen bejöttem, na. Jó a zene. És akkor innen indulunk, azzal a lendülettel. Toljuk. A Corner King! Amúgy esküszöm, régen PS-en meg Xboxon könnyebben éltem meg gyerekként a Need for Speed-eket. Könnyebb irányításra emlékeztem, de így az izgalmas. Ilyen csőbe megtanultuk, hogy nem nyomjuk el a nitrót. Dehogy nem! Úgy.
Menj innen! Nagyon szép. Nagyon szépen neki mentem a sziklának. Szikla kemény vagyok. Hoppá, rendőr bácsi már jön beleszólni a dolgokba. Indokolatlannak érzem. Ismételten. Oda nézzé szépen. Hogy füstöl? Úgy füstöljön a TikTok, ahogy füstöl a gumim, mikor fordulok. Az a baj, annyira kanyargós, nem tudom, hol kéne elnyomnom. Jó, ez mondjuk szép volt. Mindjárt elkap a rendőr. Jaj! Hallod, mondjuk ők se haladnak azért annyira. Tehát, mint az előző mérkőzéseken. Ez nagyon szoros. Olyan, mintha öttel mennénk. Hallod? Ti hol mentek, ti idióták? Jövök utánatok. Hát itt ott egy kis kavicska. Na hát. Megesik. Ez hány körös? Egy amúgy. Menj már innen. Oké. Mindenki egymás seggébe van. Szia Pál Kristó. Mindjárt olvasom a cseteket, csak verseny közben ez egy picit bonyolult. Uaj, a rendőr összetöri a kocsim! Hát és ki fogja ezt kifizetni? A rendőrségnek majd benyújtom ám a számlát. Csodálatos repülés. Majd nagyot fog nézni a yard, mikor benyújtom, hogy 6000 dollárba kerül a javítatás. Igaz, hogy a szabálysértéseket nem fizetem be, de azért elvárom, hogy kifizessék a javítatást minimum. Üdvözlök közben minden most érkezőt, majd a két kör közt nézek csetet. Hajj, a rendőr már megint! Igen, ennyit erről. Több a büntetés amúgy, igen. Elkaptak, vagy nem? Elkaptak, nem már! Hát ez elromlott. Küldjek egy coin, hát a gondolod. Hát ez messze nem volt jó. Jó napot rendőr, bár illegális utcaversenyen belém jöttek, fizessenek ki. Hát minimum. 500... Nem. Köszönöm szépen a 2024-et, és tényleg küldött. Köszönöm szépen. Kedves tőled. Ja, hogy most már akkor van ez a kis ház garázsom, meg van a másik, hát akkor nyilván ide megyünk, mert ez közelebb van. Muszáj lenne egy autójavítatás, talán. De csak úgy talán. Legyen szép napod, DLR Happy. Graffiti to street racing, these illicit activities are tearing our once great city apart like wet tissue paper. If you want a cleaner, safer lakeshore, Mizu van amúgy, Kristó. Hogy telt a napod eddig? Amúgy szerintem jó lesz. Csak jobban bele kell rázódni, mint mindenbe is. De amúgy jók a dizájnok, nézzük meg, aha. Jó, 8150 pénzt gyűjtöttünk. Az babon már tudsz venni egy pizzát. Aha. Ja, 18000 pénzem van, aha. Áttuningoljuk. Áttuningoltuk, nem maradt pénzem, de lett egy ilyenem. Na, nagy money, 22000-et lehet nyerni, gyerekek. Nem, annyiba kerül, 3000. Hát most ez a kettő van, oda elmegyünk, de ezt nem tudom elindítani, mi? Vagy tudom már csinálni, vagy azért van lezárva? Aha, ezt tudom még. Jó, muszáj pénzt gyűjtenünk.
Tehát vissza kell oda mennünk. Örülök neki Star Stable magyarul. Tényleg. Úgyhogy... de szép lett! Na nézd oda a Dave járgány! Gyerekek, ez nekem nagyon jó. Szerintem szép. És akkor innen szépen oda megyünk. Meetupolni. De várjál, a meetuphoz meg nem oda kell menni. Vagy mehetünk erre a nagy versenyre is szerintetek? Nem, mert nincsen pénzem. De mondjuk nulla pénzem van. Tehát, hogy mindenképp akkor itt kell pénzt gyűjtsünk. Első hely. Meg kell csinálni. Fame will expose the corruption behind the no nonsense for nonsense policy. Cute name, right? But there's nothing cute about what's happening to the people. Amúgy most akciós még Epiken, hogyha a kuponnal veszitek, ami 10-ig van, a kiegészítővel, amiben jár a 3 autó, meg mit tudom én mi, az 3900, kiegészítő nélkül 3000 forint, amúgy meg Steamen 26000 a játék akciók nélkül, úgyhogy messze Epiken ajánlom. Nem viccelek, 26000. Most nagyon jó akciója van Epiken, hogy konkrétan 3000 valamennyiből megveszed. Próbálok szépen menni, hogy ne törjük össze az új autót. Egyből. Kicsit szabályosan. Nem, ez messze nem ingyenes, ez egy tavalyi tök drága játék. Azért mondom, hogy 26000 Steamen, Epiken meg kihozott 3000 valamennyiből. Nincsen modi osztás, az nálam nem úgy működik. Na, most tök szépen megjöttem. Itt nem kéne összetörni. Ilyen olcsó sose volt, Amy, mert mondta a Baxi, hogy tényleg te voltál, akit egyből említett, hogy mondtad neki, hogy tök jó áron van. Ennyire drága. Hát minden új játék ott kezdődik kb. Hogy 22000 fölött Star Stable magyarul. Most már. Ez az alap. Why shouldn't you feed a possum? Na, meg is érkeztünk. Akkor toljuk az új járgánnyal. Törjük össze ezt is! Tudom, mert tavaly jelent meg, de akkor még nagyon drága volt. Na, a Game Pass-ba is benne van, Zsolt mondja. Na, az tök jó. Jó tudni. Igen, a legtöbb játék most már 70 eurónál fog kezdődni, hát nyilván, mert mindenhol emelkednek az árak, ez ilyen. Logikus. Lassan már luxuscikk lesz a gamerkedés. Azért is dolgozunk annyit, srácok, meg mi is törekszünk arra nektek, hogy contentet gyártsunk, és minden szuperchat, szupermatica, tagság, tagság ajándék nyilván elősegíti, hogy hozhassunk nektek jobbnál jobb játékokat. Meg TikTokon is az összes ajándék az segíti elő. Mert nem másra költjük, hanem konkrétan vagy a játékokra, vagy ajándékokra. Vagy majd fejlesztésre. Na, toljuk meg egy kicsit. Oké. Okay. Oh, hogy belém jött a drift közben a genyó. De hogy nem állok olyan jó helyen, én azt hittem, hogy sokkal jobb helyen vagyok. Itt volt a rendőr. Au, de tudtam! Ezt annyira láttam amúgy. Hogy valami szemből nekem fog jönni. Oké. Így kikerültük a szembe jövő autót. A rendőrt már nehezen tudom onnan eltakarítani.
Jó, fogja el a másikat, és akkor le tudom előzni, így. Valahogy így gondoltam. Itt lehet egy jót ugratni. Ami látványos. És ott már ott a cél. Hát akkor ez csak negyedik lett, de az is jobb, mint a semmi. Kupon nem tudom felhasználni, mert 4300 forintnak drágábbnak kell lennie, de a 3918-est így is be is húztam, köszi az infót. Nagyon szívesen lesz, de ha mondtad volna, akkor hogyha beírtad volna, hogy Mongufta kötőjel Dave, mielőtt megveszed, azzal támogattál volna, de én sem mondtam közben, mert nem gondoltam, hogy valaki megveszi. De hogyha valaki még megveszi, akkor Mongufta kötőjel Dave support creator kód írható, mielőtt leokézod. Ezt ne felejtsük el, én is mindig elfelejtem amúgy. Csak Fortnite-nál szoktam mondani. Majd legközelebb. Mindig mielőtt leokézod, ott van a kis jel, és oda tudod beírni. Most várjál, most nagyon rajtam vannak. Ez viszont el fog így kapni, várjál. Nagyon le kell rázzam. Nem baj, Leslie. De ha gondolod, elkezdheted a regisztrálásod valami, és hogyha van kedved, és be tudsz lépni, megnézhetünk egy multit. Már van rajta online egymás elleni, csak nem tudom, hogy egyből engedi-e, vagy kell valamit teljesíteni előtte. Azt tudom, hogy beviheted az összes kocsit, csak a tuningolást azt leviszi nullára, amikor online egymás ellen versenyzel, vagy akinek van Xbox Game Pass-a, megnézhetjük majd, ha van kedvetek. Akár. Na jó, most sikerült kékre, jó, leráztuk, nem, megint piros. Miért piros? Benzinkút, itt nem robbantjuk, mint amúgy. Na nézzük meg, hova kell mennünk. A 6000-esen már részt tudok venni. Akkor menjünk oda. Azt hiszem. Aha. Aha, gondoltam, hogy egy bizonyos szálig el kell érni. Rendben, akkor majd máskor. De mindenképp amúgy nem rossz. Igen, most írta Amy, hogy egy darabig el kell érni a sztoriba, úgyhogy még én se tudok multizni veled. De örülök, hogyha megtetszett a játék, igazából már az is egy tök jó dolog, hogy kedvet hoztam hozzá. Na és a rendőr meglátta az ugratáson, majd innen mindjárt kikanyarodunk. He can help us out with getting some more money. All right, fine. Ne gyertek belém! Úgy. Mindjárt olvasom majd, Zoé, látom, hogy írtál egy hosszút, még meccskezdés előtt elolvasom. Aha, de viszont itt a rendőr. Pont a rendőrrel megyek szembe, ez nagyon okos volt tőlem.
Ban nyomja meg a lájkot, köszi. Én jól vagyok, köszönöm, és te hogy vagy? Pörgetjük a játékot. Ó, értem. Pedig az amúgy jó 10-ről 2-re. Ja, de hogy ezt nem is tudom elkezdeni még. Ja, hogy még a nagyon nagyot nem engedi, mert nincs meg a kellő izém, akkor kicsin kell gyűjteni pénz, semmi. Éppen matek fel... Jó, tényleg holnap már suli van a sulisoknak, kitartást. Most is le van árazva, 18-ig 5,59 euró. Írja Émi. Igen, mert megint lett valami Steam akció, egyből ahogy véget ért a másik, már nyomták be a következőt, azt tudom. Na, egyből ütköztünk amúgy. Na, majd figyeljétek a dévet. Gyorsulunk, gyerekek. Amúgy igen, az is fontos lenne, hogy ne menjek le az útról, de hát ez nálam mennyire kivitelezhető. Aha, jó, megvan a drift. Hallod, mi ez a pálya, te jó ég, itt esélyem nincs előzésre. Eddig. Jó, hogy ez háromkörös és ilyen kanyargós az egész, ok. Akkor majd valahol behozzuk, vagy nem tudom. Hát igazából nem érzem, hogy a driftelés gyorsítana rajtam. De majd ki játszik vele az utána súghat, hogy hogy kéne, vagy mint kéne. Mert én azt érzem, hogy az inkább csak lelassít. Ez a füstölés. De amúgy jól néz ki, meg menő, csak nem látom hasznát. És akkor most jön a final lap. Aha, hát jó. Próbálom, hogy mit kéne nyomni. De egyelőre nem sokkal jutottam előrébb. Na, hogy pont megint jön a rendőr. Mikor akarok gyorsítani. Hallod? Na már nekem jött. Hát ez negyedik. Ja, nitrót töltöm vele, aha. Kisebb ívbe menjek, rendben. Akkor kihúzták. A rajongók, ezt mire írtad? Na jó, nem is lett rossz az a negyedik hely, az 3000. Mondjuk 2000 volt maga a verseny, úgyhogy ezt lehet, hogy gyorsan még itt pénzt gyűjtsünk. Ja, most le kell rázni megint, nyilván. Mert rajtam maradt a rendőr. Elfelejtettem, hogy mindig menekülőset játszunk. Na figyelj, rendőr bácsi. Jó lenne, ha leszállnál rólam. Ja, a rajongók, a rendőrök, igen, azért jönnek mindig. Na így. Csak most ne szabálytalankodjak, és akkor nem jönnek rám. De megint azt írja, hogy valami nem jó, de jó, kaptunk 100 dollárt. Oké. És most akkor a safe house-ba kéne mennünk. Melyikbe amúgy, várjál? Nem írja fel? Az eredetibe vagy tök mindegy melyikbe? Aha, ez a Riddle garázs. Ez a safe house.
Jó, mennyire tört? Most nem tört be az ablak. Ez már nálam előrelépés. Most nem is mentünk olyan rosszul. Ez az híd. És akkor itt lesz a garázs. Aha. Hoppa, sorompó. Volt sorompó, nincs sorompó. Amott érzékeli csak. Aha. Oké. Hú. Szép mentés, szépen visszatértünk. Elégedett vagyok a körrel. Looks like Alec might be at the meetup. Let's make sure we impress out there. All right. Valami én, mit ezeket meg nem tudom feloldani. Aha. Great, I'm happy for you. Happy for us. Aha, tehát a gumin lehetne javítani amúgy. Mondjuk nem tudom, melyik lenne a praktikusabb. That must be why we get minimum wage. Azok még zárva vannak. The game? Yeah. Jó, rengeteget kell ezzel tolni, hogy tudj mindent fejleszteni. Rakjunk be egy ilyet, az úgyis már megvan. Ja, ez alulra a világítás, látod? Ezt nem akarok költeni rá. Az drága. Jó, szerintem mehetünk tovább oda. Ott még nem voltunk. Úgyhogy megnézzük, hova jutunk. Közben köszönöm a 2700 lájkot. Na. Mert ha jön be mellé küldi, mint az előbb, akkor elmegyünk megcsinálni. Do you know how many times I've heard the Weira family speech? Trust me, the only person you should be loyal to is yourself. De mindig éjjel kell mennem mindenhova amúgy. Meg esőbe. Hey, I wish you both luck for the big race. You got this. Thanks, Pops. Just remember, don't just say shit. Win shit. Igyekszem legalább a versenyig nem összetörni. Break it. Don't know where I'm going with this. See you back at the garage. Új, de szépen megálltam. Ezt azt hittem ütközünk. Este ütközünk, erre mondják, nem? Bocs. Aha, és oda jövünk. Csak neki mentem. Mondom, hogy tényleg ilyen GTA feelingem van benne. Na, itt már azért jobban fizet, gyerekek. Első hely 30 ezer, meg kéne szedni magunkat. Mondjuk a negyedik se rossz itt. Rendben van, lesz, de nekem gyorsan letöltötte aránylag. Szegény Dave felirat a kocsim hátulján. Na most kell jól teljesíteni, mert nagy a pénz, amire megyünk, nagy a tét. Na, lesz 2005-ös NFS-nek a Most Wanted-nek remastere? De szerettem a Most Wanted-ot. Na, azt tudom is, azt játszottam rengeteget. 2 órát ír, mondjuk tény, hogy sok giga. Arra emlékszek. Ha itt sikerülne jól beelőzve indítani, mondjuk nem biztos, hogy egyből el kell lőjem a gyorsítom. De nézd meg, hogy ki jön elém, nem hiszem el. Jó. Ajjaj, a random autó, hogy szakadjon belé egy tonna nápolja, miért az utamba áll.
Csak azt nem tudom, Amy, amivel például segíthetnél, hogy melyik az, amivel feltöltöm a nitróm, hogy az az ez. Mert ezzel inkább csak balesetet okozok. Meg lemaradok. 7? 7 vagy 8, de szerintem még csak 7. Na, utolsó vagyok még. Jó, hogy mondtam, hogy itt sok pénzt lehet szerezni. Csodás. Á, nem jó. Arra akarok koncentrálni, hogy nitrózzak! És lemaradok, mint a fene. Ez kb. Vége. Legalábbis innen nem tudom, hogy hozom fel. Nagyon rágörcsöltem a nitróra. Kár volt. Itt az eredménye. Még lehet, hogy kicsit hozható. Most szépen megyünk. Nem jó! De nem hiszem el, hogy mindig az utolsó pillanatba cseszem el. Jó, nyugi. Igazából a gyorsítást kéne nagyon becélozni, hogy mikor éri meg. Oké. Okay. Ez még jó lehet. Úgy. Hát ez inkább lassított. És harmadikról megint ötödik. Ne előzz már le! Nézd meg, hogy jön. És pont a cél előtt nyomja meg, nem hiszem el. Szánalmas hatodik. Nem annyira mondám halálnak. Hát, ez nem lett a legjobb. Mondjuk 6000-et kapunk, de... De lehetett volna jobb is. Hol írja, hogy hanyadik vagy? Lehet, hogy pont az kitakarja a fejem. Majd megfigyelem. Valószínű, hogy ott van amúgy a fészkem. Nem tudom, akik TikTokon vannak, hol írja, hogy hanyadik vagyok. Ja, pont oda raktam a fészkemet, aha. Elfogadod a friendem? A játékba? Trix. Most azt hiszem, haza kell majd menni. Várjál, nézzünk egy izét. Fortnite, hát majd Fortnite live-ba. Milyen játék ez? Autós. Transport job. Simple pick up and drop off. He's sending over the info now. We're not passing this up. It's our time, yo. Alright, fine. Let's do this. Adhatott volna valami mellékizét, de nem adott. What did I say about taking risks? If we impress this guy, we'll reap the benefits. But there's no second chances. Do you have any idea what Rye we're picking up? Knowing my boy, something legit. Jó, hogy picit meg tudjuk tolni. Vagy ha Trix, beírod a nevedet a legutolsó Fortnite Live alá YouTube-on tegnap, hoz, akkor az alapján majd be tudlak jelölni, csak írd meg, hogy te vagy. Ugye azt szoktam visszaigazolni Fortiba, akiről tudom, hogy ki. Meg ha nem káromkodás a neve.
Ja, hogy itt kellett a gyorsaság. Hú, de jó az a kártyás repülés. Oké. Okay. Ups, egy picit összetörtem aztán az autó elejét. De csak úgy egy picikét. Várj, de nem így kell bemenni. Itt átmegyünk az embereken. Ott a mentő, ha véletlen valakit elütök, nem kell aggódni. Ott ment. Aha, és ide jövünk. Hú, picit nagyon, igen. Ó, na folytatódik a sztori, gyerekek. Hoppá, itt egy nagyon jó autó ellen fogunk menni, én úgy gondolom. Plusz egy kocsi? Vagy ő fog utánunk? Ellopták az autóm? És utol kell érnem, és lesz egy új kocsim? Vagy kaptam egy újat? Oké. Okay. Hú, ez nem az én autóm. Csak azért vezetek rosszul, mert nem az én autóm. Véletlen se azért, mert nem vezetek jól. Meg kell szokni a másik autóját. Utol kell érnem. Csak valahol majd ki kéne menjek innen. Látod, ez például nem verseny, csak utol kell érjem. De hol tudok én itt kimenni? Várjál. Mondjuk így. Csodásan kijöttünk. Nice. Hú, ebbe is van ilyen, király. És oda szökött el az úriember a járművemmel. Ja, visszaviszi a garázsba az enyémet, aha. Meg is érkeztünk, jó napot kívánok, uraim és hölgyeim. Come on, yes. Most felhívtuk valószínűleg a Chelsea-t. Ja, hogy ezt elszállítottam annak, akinek kell, rendben. Ú, de jó graffiti cucc van mögöttünk. Érdekes amúgy ez az animés megoldás rajzügyileg, de amúgy nem rossz. Szép. Nem jó helyre jöttünk? Menjünk tovább a garázsba. Aha. El kell vinni a garázsba. Azért fontos volt oda elmennünk, már nem azért az 5 forintért. Jó, hát a feladat, az feladat. Végül is eszeszóba is rohangálunk A pontból B pontba, most ugyanazt csináljuk, csak autóval. Ja, még egy elkövetkező utca. Itt egy éles kanyar balra. Csoda szép. És megint éjszaka van a változatosság kedvéért és eső. Csak halkan jegyzem meg. Ez mindjárt itt van. Szép. És azzal lendületen neki csapoltunk amúgy a falnak, de ez ne zavarja a játékot. Hát de nem. Elértem valami achievementet amúgy. Ú.
Hogy egyből megyünk is tovább a versenybe, erre nem számoltam. No, no, no. Szegény elesett. Nissan, azaz. Gyere, szállj be hozzám! Ellopják a kocsit! Viszik a kocsit! Mindkét kocsit ellopták, akkor valószínű, hogy neki az autóját fogjuk használni kizárásos alapon. Vagy a csajsziét. Jászmin, gyere segítsél a mongufta pólós úriembernek és nekem. Adjál egy kocsit. Dobd meg a kocsiddal. Szükségem van a kocsidra. Mindenképpen. Add oda az autód. Whoa, Rydell, you gotta chill. Yes, wait. Ay, ay. Az meg az én autómat vitte. What the hell? Did she just take the car? Kia, she took everything. Na itt a sztori. Ellopják az autónkat, meg a kölcsönvett autónkat is. Két évvel ha már ellopták a kocsim, gyorsan váltottunk. Szia, Ádám! Mondom. Hey, Rydell. Kinda dead again today. Oh, some little lady came in for an oil change. She didn't have any money though. Just samosas. Kiraboltak minket, gyerekek. Két év múlval folytatjuk, hogy ezt hogy mondják szépen, két évvel később. Milyen napod volt, Ádám, hogy vagy? I cleaned out the storeroom, and dude, you were right. Azt én se értem. Engedd el. Nem én festettem ki. Lehet, hogy van egy kislánya, és azzal játszott kifestőst. Oh, hey, the book you ordered came in. Bro, if you ever need to talk, I'm here. Most gyorsan váltottunk, hogy nincs autónk. Nekem jó napom volt, köszönöm szépen. Egy autószerelő lett a versenyző bajnokból, de legalább figyelj, nem csukták le és van munkám, ez már itthon fél siker, nem? Mondjuk nem tudom mennyi bevétele van az autós izéből, de ha még nem tetted, akkor dobj egy like YouTube-on. És TikTokon pedig tudtok folyamatosan lájkolni, betettük a rózsát élő célnak, hogyha szeretnétek támogatni, hajrá! És lett egy szerelő autó. Ez a Need for Speed Unbound tavalyi játék, tavaly megjelent. És akkor most szerelő autóval vagyok, most komoly. Elvitték a nagyon jó kocsimat, amit egyébként kaptam a DLC-vel, csak úgy mondom, azért, hogy szerelő legyek. Hát ok. Jó, hát nyilván majd visszaszerezzük amúgy. Mármint, hogy ajánlom. Nem kéne összetörni az autót, de arra rövidítek. Kit érdekel? Oda néz. Ez úgyis csak egy munkaeszköz, mármint az autó. Várjál, be van jelölve, hogy hova megyek? Ja, oda, aha. Jó. Szeretnék egy ilyen szerelőkocsit. Jó, mondjuk azért jobb a semminél. Az a baj, ezután semmi baja az autónak. Figyelj, az előző autót úgy összetörtem, lambómat, meg mindent, ami kezembe került. Ahogy csak lehet. Aztán utána arra megy el a játékban szerzett pénzem, hogy javítatom. És amúgy a pénzem is elvették, mert nulla pénzem van. Hát hallod, most nulláról kezdjük újra, mert a játék elvette a kocsimat a sztoriba. Úgy van, gyere nekem, hülye gyerek, én nem nézek oldalra. De hogy gyakorlatilag az jobban fáj, hogy elvették a pénzem is. Azért most dühönbe száguldozok.
Kirabolták a rablót, igen, ez a tipika fagyi visszanyal, tudod. Nem láttunk még ilyet egyet sem, sztorit. Hát igazából annyira nem rabló voltam, inkább ilyen, csak ilyen szabálytalan utcaversenyző. Gondolom. Na figyeld, meg vagyunk. Majd mindjárt visszanyerem. Megjöttünk. Megérkeztünk. Yeah, I was like, yo bro. And yo, check this bro. He was all like, na, ilyen kölcsönvevő ember, aki csak kölcsönvesz dolgokat, csak hát nem adja vissza azokat, igen. És most ezt is ellopnák. Persze. Na, a teszt felismeri, azért mégiscsak megvannak az ellenfele, igaz, hogy autószerelő lettem, de majd a teszt ad nekem autót. Vagy más. Hova megyünk vele? Oda teszi magát, érted? Hát azért ez nem egy versenyautó, maradjunk annyiba. Közben hallom, elbeszélgetnek itt mindenről. Sikerült volna a magyarításra, rájöttem, hogy akkor se tudnám olvasni nektek közben, mert hogy közben vezetek és az utat figyelem. Hát így is jó ez. Minek mentem volna ott körbe? I also like being on time. Yo, does this már le is tesszük a teszt. Hő, érted, letesz. Jó. Befejeztem. De várjál, hol száll ki? Na valahova ide kell hoznom. Hol teszed ki? Én már itt kitenném amúgy. Itt meg visszafelé tűr. Be kéne menjek oda. Menjek körbe, amerre mutatta. Hát ez elég butaságnak érezném. Majd pont már odaértem a célba, de várjál. Bemeltek ide. De miért kéne itt körbe menni amúgy? Ez olyan fura. Lássa, hogy tudok fordulni. Ja, vagy hogy alulról megyünk a házhoz. Lehet, hogy alagút lesz, aha. Ó, megvan a megfejtés, szép. Igen, lent van. Én is azon gondolkoztam, hogy miért kell még egyszer direktbe körbe menni. Aztán hát igen, a logika, hogy tényleg a föld alá megyünk. Ennél lejjebb már nem süllyedhetünk, nézzük úgy. De most már adjatok vissza egy jó kocsit, please. Aha, itt vannak a jelenlegi versenyzők. Hú, azért ezekből elvinnék egy-kettőt, hát nem azért. Ha sejtetted, értelek. Nem viccből volt úgy megjelölve. Ezután lehet majd online is. Hát lehet, nem tudom, hogy meddig van a sztoriba kötve. Ott az autóm. Ott a lopott autóm. Mármint tőlem ellopott autó. Hoppá. A banda vezér. Lenyomjuk.
Ez a jelenet egy az egyben GTA 5 online, igen? Kicsit akkor kopintottak innen-onnan. Nem kizárt. Ott a sok pénzt, vegyük ki. Egy része az volt, aha. Hoppá, jönnek a rendőrök. Nyilván keresik azt a sok pénzt. Jaj, bocsánat! Nagyon kellett tisztentenem. Ne, és meg mindig ebbe a tragacsba szállunk vissza? Hát ok. Igen. Le kell rázni ezzel a rendőröket, kettőt és könnyebbet. Ezt nem így gondoltam. Mehet a plusz egy halál. De a zene jó. Le kellett volna menjek. Hopp, egy kicsit betörtük az ajtót, azt már látta. Ó, basszus. Hát ennyit a lerázásról. Pillés jövök, ok. Nem így gondolták az ideérés. Jaj, addig így nem enged be. Akkor várjál, megyünk egy kört. Azt hittem, hogy nem muszáj lerázni, de hogy de. Most az egyik ott maradt. El kell csalnom. Jó, megyünk egy kerülőkről. Nehezebb dolgom van a rendőrökkel, mint gondoltam. Valahol majd visszajövünk. Okay. I was sensing some hostility between you and Miss Monologue back there. That what you saw back there, that's my car that she's driving. Weird. Looked like her car. That she was driving. She even had the front to keep the license plate. Wait till Adele hears this. Jó, legalább leráztuk. He runs a garage. This garage, is it nearby? I'm thinking now's a good time for us to get off the street. Yeah, no kidding. On it. So, gotta ask. Was she always like that? Like what? Most már innen simaliba. Még le kell oda menjek. Rock zenét, dehogy rakok. Köszönöm Lezi a hat rózsát, hát van a játéknak zenéje, srácok. Na csak megérkeztünk. Na megy tovább a sztori. This is it. Ride those rides. Not bad. I think we use a little work. So, this is where Yaz started off, huh?
Get the hell out of my. Hoppá. Na, de ő velünk van, csak látod, azt hittem, hogy betörők vagyunk. Mennek itt nem a bűntények. Sorry, this is Tess. Just took your hair off. Nice to meet you, slugger. Right on. I saw Jasmine. She just rolled up at this meetup. You kidding? She still had the car. And she's still with that same crew that jacked our garage, setting up some high-stakes circuit called the Lakeshore Grand. Corny. With our car. I need to beat her. I need the garage. I need your help. Slow down, kid. Well, let's say you do this, okay? And you throw down with Jasmine and you beat her in a street race. So what? So what? That's what this garage was about. Now look at this place. Fine. Jó, hosszú bejátszások vannak. This yours? Didn't I say no touch it? Mr. Rides of Rydell's Rides. Love that name, by the way. Hát legalább haladunk előre. I went to that meetup tonight looking for a racer. Then the cops showed up and I was like, cops? Oh yeah, and the kid was crazy fast outrunning them. Now, I'm thinking, learn from the best. A Lihuna Channel, mi újság? Milyen napod volt? A reason to win. How about I make an investment in this garage, rep you in the race, maybe open some doors. Come on, Rydell. I can win. Kíváncsi vagyok, hogy mikor szerezzük vissza a cuccainkat. Annyiról maradtatok le, hogy ellopták a kocsinkat, meg a pénzünket. Tehát így lényegében mindent is. Amen. Most érkezőknek spoiler. Just promise me. Ami egy autós játékban eléggé kellemetlen. És akkor majd valószínű ő fog segíteni, hogy visszaszerezzük a kocsinkat. Jó napom volt, épp buszon ülök és haladok a koli felé. Gondoltam, hogy oda mész, merre azért holnap ma indul újra a suli, de azért most jó volt, jó hosszú volt nektek ez a téli szünet, nem? Legalábbis szerintem tök jó, hogy nem emlékszek, hogy milyen hosszú téli szünetet kaptunk volna. Ó, hogy kaptam pénzt, hogy vehessek autót! Na ezt mindjárt kitaláljuk, srácok, melyik érné meg legjobban. 37 ezrünk van. Tudunk venni 29-ért ilyet. Igen, egy Volkswagen. Nissan tudunk venni 32-ért. Egy Subaru-t tudunk 33-ért, vagy egy Mazdát. Vagy egy Ford Mustangot. Húha, van választék. Még ezt is ki tudjuk hozni. Pontiacot. Egy másik Ford drágábban. Honda. Fordok, azt nézem, hogy mi van még itt, és ezt még ki tudjuk hozni belőle, és ott írja, hogy mi az ereje, meg minden, hogy 150 a top speed. Lehet, hogy nekem a top speed számítana, nem? Ezek nagyon picik. Tehát, hogy vagy a Ford Victoriát, vagy pedig, hát ezt már nem tudjuk megvenni. Még ez is gyors, a Volkswagen Golf. Többi az pedig nagyon drága. De azért lesznek jó autók, én azt mondom. Hát, 2-3-on gondolkozok. Végülis ez 150-nel megy. Mitsubishi. Legyen a Mitsubishi. Na srácok, ezt szavazzátok meg, írjátok be, hogy a Mitsubishi legyen. Gyönyörű a kiejtésem, engedel, eszembe jutnak azok a vicces videók. Vagy legyen helyette esetleg ez a Ford Victoria. A 250-es, abból választunk. Tehát vagy a Mitsubishi, vagy a Ford. Ez a kettő, ami opcionális. Ebből választhattok. Ha megtalálom újra, persze. Csak hol volt, várjál. De a Volkswagen Golf, az is 153.
Jó, hol volt a Mitsubishi? Jó van, őt vesszük meg. Oké. Okay. Még van 2000-em customizálni. Ezt a részt nem módosítjuk, a feliratot sem. I'll have you know I used to run these streets. Oh, so you ran on foot, I see. That's what street racing was like before the car was invented, huh? Why don't you worry about getting this team funded? Így. Ó, és innentől van valami Battle Pass, vagy mi a rákezd? Ja, hétfő, nem tudom. Innentől vannak feladatok. Van egy pici feloldott dolog. Na most indul a játék. Halias. Viktor, az is egy játék, az jövő héten lesz, ha lesz, vagy utána, amikor bejön az új BP. Azért éri tagnak lenni, például YouTube-on vagy TikTokon, mert akkor látod előre a live menetrendet. Ez Need for Speed. Na gyorsan szerezni kéne pénzt. Mik azok a kicsi rózsaszín cuccok? Azok valami feladatok lenni. Napi feladatok! Ó! Na innen már bonyolodnak a dolgok. A rózsaszín lenne a napi feladat? Oda elmehetünk egy versenyt menni. Easy money 0. Tökéletes. De szép lett az autónk. Yo kid, on the catch up about the scene. Is this gonna be another one of those we did things differently when I used to race type of calls? Hey, back in the day, winning wasn't a be all and end all. So it is one of those calls. Szabályosan megyek, rendőr bácsi. Funny, I can relate. És ez lett az új autónk, ilyen lett, nézd meg, milyen dizájnos. So one day I throw down some stacks.
called him out. Told him this was for more than just bragging rights. How about next month's rent? Láttam már amúgy ilyen autót, mármint ilyen lefújt autót, Genshin Impact-est a valóságban. Mert van magyar nyelv alapból benne. A magyarítás nekem nem működött, ami a weblapon van. Ne mondd, hogy van benne magyarítás, mert megőrítesz. Én nem hiszem, hogy van. Akkor jó. Ez ennyi. Hú, de baj. Ez baj. Szia, John. Megpróbáljuk egy retrivel. Megpróbálok nem lemenni és gyűjteni a végére a boostot. Oh, that.
De hát így meg lement teljesen, nem jó, hogyha tartogatom a végére. Majd olvasom Zsolt, mit írtál, csak egyszerűen ötletem nincs, hogy ezzel az autóval hogy előzzek. Jó, mondjuk most sikerült. Egyet, hát. Jó, mehetünk. Már rendőr is a seggembe van. Na és ez hogy előzött le, vagy mikor? Menj már az útból. Nem, ezzel az autóval ezt a pályát nem fogom jobbra csinálni, basszus. Hát nem tudok begyorsítani. Keresnem kell egy másik pályát, ahol tudok vele versenyezni. Mondjuk, hogyha ezeket sikerülne mondjuk megelőznöm. Nem bírtam. Csodálkoztam, miért fut olyan furán. Kettő volt véletlenül indítva, ja. Hát 950 ez egy fokkal jobb lett, de gyorsan szerezni kell egy ennél jobb autót. Nem tudom visszaszerezni a régi autóimat. Mindjárt rákeresek, hogy a garázsból ki tudom-e hozni, most csak le kell ráznom a rendőrt. Az gyönyörű volt. All units be advised. Purpose entered Apollonia District. I don't think we can keep on this perp for much longer. Spread out and find him. Generalizu. I'm calling this one off. Suspect got away. Hey, if you're cruising around the lake... Jaj, most még nem tudom visszaszerezni. Az baj. They wanted to see how fast it can go with the real driver. Na, el kell menni a Go Event helyre. Na, várjál. You know any? Most hol van ő? Az lesz a Go Event, ugye? Aha. Oda megyünk. Wow, the dad joke energy is real today. Draw me a pin. Sure. A pin. Right. De akkor addig még fel kell szenvedni magunkat kis pénzzel, kis kocsival. The Regal from Hell. Classic 80s muscle. My pop's dream car. He called it the Corvette Killer. So you better make him proud. No pressure. Úgy mi? Óriás kerékhez megyünk, úgy látom. Aha. Cuki. Really? Wow. Mondjuk nem azon az úton, ahogy kéne, de... Azt miért nem bírtam áttörni? Mert nem Fortnite. Át akartam törni. És akkor itt megyünk le. Aha. Na, start. Nézzük. Aha, bronz, silver, meg gold idő van. Adott kocsival időre kell megcsinálni. És itt számít, mennyire töröm össze, fergeteges. Nyugi, meg lesz. Nézzük meg elsőre, hogy sikerül.
Azt a füstölést! Hopp! Jó, itt mehet a gyorsítás. Aha, egy picit le. Be se fogok érni, basszus. Nem tudom, mennyi checkpoint van még. Majd ha nem ez a cél, akkor vége. Hát a goldból most esünk ki, azt látom. Na, ez is lett, az nem is rossz. Most már értem, miért mondtad, hogy bonyolult a magyarítása, most olvastam el, és nem is sikerült, és azt írja, hogy minden belépésnél kéne. Azért mondom. Na, ez nagyon jó, jöhet a GG gyerekek, 2005-re meglett. Azt szerintem tök jó. Elsőre. Csak 500-zal buktuk el az aranyat. Na, megyünk a következőhöz. Én azt nem értem, miért nem lehet. Nem látom a hülye szívecskétől. Valaki ír be még valamit, Zsolt, vagy nyomjátok emotot, vagy emojit, még egyet. Miért nem lehet programfájlok között? Na, azt én se értem, már mint a magyarítást. Tudunk gyűjteni még pénzt, de ez complete. Van még ilyen feladat? Vagy most ilyenkor le kell menni vissza a garázsba? Versenyezni el tudunk menni. Akár ide. Vagy ide. Szerintem mehetünk ide egyet. Gyorsan elmegyek pisilni, és akkor utána folytatjuk, srácok. Mindjárt jövök vissza. Addig nyomjátok TikTokon a lájkot, srácok, így. Nem megy a magyarítás, ha a program fájlokhoz telepíti az ember, vagyis ezt írják. Aha, én sem értem akkor, hogy miért, meg hogyan. Na, itt is vagyok. Böröghet tovább. Ezek a lila dolgok amúgy mit jelentenek? Annyival kéne itt átszáguldanom? Lehet. Na mindegy, elmegyünk a célhoz. Jó, hogy ez egy ilyen mini versenyszerű volt. Várjad oda, honnan megyünk. Várjál, ember, én szépen itt kikanyarodtam. Thank you.
Jaj, az még annyira messze volt. News across the lake on KRSFM, the number one station. Coming up, more from our exclusive interview with Mayor Stevenson. I want to assure the people of Lakeshore that their safety is my first priority. Now, I know the increased police presence is affecting the day-to-day, but trust me, I hear you. Na, ez egy szép megérkezés. Akkor toljuk meg a versenyt, a 7.-8. mínuszba megy, a onnantól fölfele pedig már azért lehet vele szerezni. És pénzé lehet helyet cserélni. Nem akarok helyet cserélni. Megnézzük. Na. Úgy, hogy gyorsak amúgy hozzám képest, meg nyilván szembe kell velem jönni. Picit hátrányban vagyunk ezzel az autóval, még mindig azt érzem. De majd megpróbálunk valahogy előrébb jutni. Szép vezetéssel. Rendesen azt érzem, hogy retek lassan megyünk. Csoda, hogy oda felugratott. Nem bírok 80-ig el felgyorsulni. Hát ezt messze benéztem, ezt a versenyt. Próbálok gyorsulni. Úgy összetörjük az ellenfelet. De miért dob vissza, amikor összetöröm? Jó, hát mondjuk ez hülye kérdés volt. Nem megyek át a checkpointon, nem hiszem el. Istenem. Ezt ezen buktuk el. Nem tudom utolérni őket. Írtól szarul. Mármint, hogy ellopták a kocsimat, és most ezt az új autót vettük, de ez retek lassú. Tehát, hogy ezzel versenyezni, meg előbb checkpointokon sem mentem át. Utolsó fergeteges mínuszba vagyunk. Nem bírok ezzel gyorsulni. Jó, próbáljuk meg még egyszer. Legalább egy helyen jobban kéne végezni. Majd nézz vissza senki lánya, ellopták a sztoriba a kocsim. Meg a pénzem. Meg mindenem. Na gyere.
Ha sikerül az, hogy átmegyek a checkpointon és nem úgy, mint az előbb, akkor lehet jobb egy fokkal. Bár nézd meg, az is így leelőz. Jó, azt legalább kiütöttük. Egy kicsit. Hogy, hogy elment az áram? Az azért durva. Most értelmeztem, amit írtál. Ezen nem mentem át három szó, basszus. Most megvan. Azaz. Hát ezen még valahogy gyorsítanom kell. Na látom, hogy a mögöttem levő mindjárt utolér. Mondom, le is előzött. Jó, egy kicsit meglöktük. De még mindig gyorsabb alapjáraton a piros autó, nézd meg. Legalább ha a rendőr lefogná. Ezt elengedjük, ezen nem tudunk már jobbak lenni. Ezzel a felszereléssel, meg mindennel. Áááá, most meg a rendőr tol ki. Meg töri szarrá az autót. Jó. Legalább az utolsót egy picit a rendőrbácsi feltartotta, az nekünk jó. Csak folyamatosan gyorsul. Nézd meg, ezt mondom, utolér. Egyszerűen nem értem. Pedig most szépen mentem. Áááá, nem bírom utolérni. Ez az autó egy fos. Röviden, tömören. Hát igen, most többet buktam, mint amit kerestem. Sad. Ez a rendőr csak könnyű lehagyni. De megpróbálom. Ja, most lejelentették, hogy erre jövök, fergeteges. Szia, Aaron, Mizu. Mindjárt jelöljük, hogy hova kéne menni, hogy ne legyünk mínuszba. Azt nem tudjuk versenyezni. Hát csak ezen tudunk nulláé versenyezni. Azt hiszem. Tehát kizárásos alapon megyünk oda. Most nézem, hogy lejárt a tagságom. Ó, tényleg. Viszont már 199 forintosan meg tudod újítani, hogyha úgy van. Vagy ha érkezik tagságajándék.
Hát ugyanúgy 8-an vagyunk, úgyhogy ez nem azt jelentette, vagy nem tudom. Ja, csak hogy arra fogadtunk, hogy őt megelőzzük. Hülye fogadás volt részemről ezzel az autóval. Így. Ez így jól lehetett ez a gyorsítás. Ja, meg ott ír, hogy a kocsimat hány százalékra vertem szarrá, jobb oldalt fent most látom. Na ez a szakasz jó volt nekünk. És nézd meg már... De nem jó, azt hittem jobbra kell, elnéztem! Shit! Ezt én néztem el... Azt hittem, hogy ott kell lekanyarodni a semmibe. És le is előztek. Ezt nagyon benéztem. Na és már rendőrség is itt van. Nem baj, még hozható. Legalábbis arra, hogy ne legyek utolsó talán. De annyira nem tudok előzni. Kimentem rendesen. Újra jönnek a rendőrök, te jó ég. Oké, mindent beled ér. Túl nagy ívbe kanyarodtam. És az is gyorsít. Pedig azt még le kéne gyerekek előzni, vagy legalább egyet. Ott a cél! Egyet leelőztem legalább! Aláírom a Burnout Paradise játékot, ott a versenyzés van, autó, csipök, mocik vannak. Majd lehet, hogy ránézek, csak írd meg. Ezelőtt kerestem, de még így is 1000-be jöttem. Nullát kerestem, nagyon megérte ez a verseny. Jó napot! Szia! Na, teljesen jó live zárás lesz, hogy full minuszba vágtam magam, nincsen semmim, és a rendőröket kell lerázzam. Tökéletes. Na még azért lerázom, és úgy mentem. Na. Nézz innen. Valahogy megpróbálom legalábbis. Innen szép visszahozni, azaz. Így egy gyönyörű ugratás. Ide kijövünk ide. Vízparthoz, meg úgyse voltunk. Na, erre a két rendőr megint kiszúrt, mert még kell nekem ugratgatnom. Mindjárt lerázzuk. Vagy konkrétan 2750 dollárunk van, és 2900-at buktam. Azért mondtam ezt, hogy minuszba vertük magunkat a live végére. Ott van valami. A garázs, jó rendben, akkor itt tök jó helyen lépünk ki. Így.
Na azért 5000 valamennyi pénzt csak adott nekünk a játék szánalomból. Vagy hát úgy értékelte a teljesítményt. Na majd feloldható egy új autó, napi challenge az kész lett, boostolás az haladt. Jelenleg ez az egy autónk van. És akkor így eltelt az első nap, vagy nem telt el? Nem. Csak így majd lehet újra csinálni. Várjál. Így. Na és akkor tudok menteni random? Vagy ez hogy van a mentés amúgy? Vagy magától ment, srácok? Azt nem figyeltem őszintén, de lehet, hogy magától. Itt fog folytatódni amúgy a sztori. Magától ment, azt mondod? Jó, köszi. The garage got jacked. And now I'm trying to win my car back. Any of this ring a bell? Kicsit össze van törve a kocsi hátulja, de hát nem megesik. JK, blood makes me squeamish. A parkon át tudok vágni. Picit rövidítünk, na hát most. Season finale. Maybe one of them will finally get socks. See ya. Csak egy picit rövidítettünk. Júj, Leslie számoltad, akkor ez hanyadik halál? Ezt még így a végére ilyen kötelezően. Meg akarok fordulni. Na, a rendőrautó. Azért a rajtam is kifogott amúgy, de nekem nem is Steamen van meg, ugye nem Epiken. Na jó van, srácok, innen folytatjuk majd valamikor. Azt nem mondom, hogy mikor, mert nem tudom előre. De még fogunk vele játszani. Nem rossz. Nekem tetszik, meg én élveztem is az egészet, csak rossz, hogy elvették a kedvenc kocsim. De hát ezért kell majd tovább vinni, hogy visszakapjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a támogatásotokat mind YouTube-on, mind TikTokon. Remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat, mindenkinek szép délutánt kívánok. Nézzetek vissza a régebbi live-ot per videót, ahogy esik úgy puffan. Jó pihenés, és akinek holnap suli meg munka kitartást, én is megyek már holnap dolgozni, úgyhogy holnapra is videó várható. Legyetek jók, sziasztok!